Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság. Ezeket a szempontokat tartották szem előtt az alapítók akkor, amikor 2014-ben első alkalommal hirdettek pályázatot vállalkozások számára, hogy elnyerhessék a kamara által ajánlott vállalkozás védjegyet. A pályázat kiíróinak célja, hogy a védjegyet elnyert vállalkozások ismertsége és elismertsége növekedjen. Ez a program azért jött létre, hogy a kamara, ugye, gazdasági közösség, és a gazdasági közösség azt mondja, hogy gyerekek, vagy vállalkozók, vagy tisztelt vásárlók, vannak közülünk olyan vállalkozások, akiket mi szívesen ajánlunk nektek. A viselkedésük, a hozzáállásuk, a tisztességük, a becsületük miatt, és ezért lett az a díj kitalálva, és aztán ezt visszük már az elmúlt 4 évben egy nagyobb sikerrel, és épp azon gondolkodtam, hogy a kamarának az is egy nagyszerűsége, hogy ezek között van egy fős vállalkozás, meg van több ezer fős is. És ez talán így van jól, hogy az egy fős is érzi azt, hogyha én minőséget teljesítek, akkor a kamara mögé áll. A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara éves pályázati felhívása alapján lehet a védjegy minősítést elnyerni, vagy megújítani. A kamara meghirdeti a tagjai között, hogy kapsz tőlünk egy védjegyet, és egy kamara által ajánlott vállalkozás lehetsz. Egyrészt teljesíteni kell fizikai paramétereket, tehát hány éve működik, milyen a nyereség, sok minden más, de ez nem elég. Az kívül a kamarának a közössége, az elnökség, annak vétójoga van, és bárkire mondhatja azt, hogy én indok nélkül, én nem javaslom. Tehát ennek egy objektív és egy szubjektív szűrőn is kell átmenni, és azt gondolom, hogy a közösség attól a közösség, hogy a közösség megmeri azt mondani, hogy mi ezt a vállalkozót esetleg nem akarjuk. Akit meg átengedett magán, azért amögött meg kiáll, és azt mondja, hogy igen, kiállok mögötte, mert ez egy olyan vállalkozó, akit merek és akarok a többi ember figyelmébe ajánlani. A kamara elnökségének döntése értelmében idén 64 vállalkozás újíthatja meg védjegy használati jogát, 10 vállalkozás pedig első alkalommal léphet be az elit gazdasági közösségbe. Ebben az évben 64-en vannak, akik megújítják az előző évét, és 10-en jelentkeztek újak, és mind a 10 átment ezen a szűrőn, és így aztán a mai napon 74-en vehetik át ezt a kamara részéről ajánlott vállalkozás pecsétet, kitüntetést, megbélyegzést, ajánlást a vásárlók és a többi vállalkozó fele. A kamara által ajánlott vállalkozás védjegy elismerés 1 évre szól, a minősítést évente egyszerűsített pályázat keretében lehet megújítani.